alaposan elintézték. Kihallgatásról tehát szó sem lehet. Kihallgatás. Örülök, ha élve beérek vele. Köszönöm. Holdpont. Miért ment fekete autó reggelente Zente Ferencért a 70-es években? Elárulja a színész fia, ifjabb Zente Ferenc, és vajon miért választottak lengyel színészt a Gyilkos a házban című film főszerepére? Elmondja Lukácsi György, filmkritikus. Jó estét kívánok! Szélesvásznú történelem, a Hír TV filmes sorozata. Mai filmünk pedig Bán Róbert 1971-ben rendezett krimije, a Gyilkos a házban van. Beszélgető társaim pedig az első részben ifjabb Zente Ferenc, illetve Lukácsi György filmkritikus. Szerbusztok! Szerbusztok! Uraim, ha én azt mondom, hogy ez a film egy igazi, jól megcsinált tőrölmetszett krimi, akkor jól mondom, Feri? Jól. A filmet nem láttam régen, hiszen a 70-es, 80-as évek, illetve a 60-as évektől kezdve elég sok ilyen tulajdonképpen ismeretlen film készült. És azt kell, hogy mondjam, a korhoz képest felüdülés volt ez a krimi. Hiszen nem folyt a vér, nem volt, egy gyilkos volt, de az is csak olyan a vége felé, és egy hihetetlen jó életképet adott az akkori korról, korszakról. Hát erre majd, erre majd még bőven visszatérünk, Gyuri. Igen, egy olyan film, amiben nincsen nagy varázslat, egyszer jó végignézni, és nagyon időtálló. Tehát most már 50 év eltelt, és az ember végigizgulja, nagyon jó figurák vannak, nagyon korrektül, izgalmasan van fölvéve, és nem akar többet, mint amit végül is végrehajt. Ha már úgy fogalmazta, hogy izgalmasan van fölvéve, egy mondatot szánjunk már tényleg az operatőrre, Zsombolyai Jánosra, mert én most láttam először, konkrétan tegnap néztem meg, mi készülvén a mai felvételre, és engem is megdöbbentett, hogy tök jó, végig izgulod, a legutolsó pillanatban derül csak ki, hogy ki a gyilkos, hun nevetsz, hun izgulsz, egy ilyen korrekt kis mozi. De hogy jól érzékeltem én nem vagyok filmkritikus, de hogy az operatőri munka is úgy némiképp olyan újszerű, legalábbis a korhoz képest. Az egész annyira kézben van tartva, tehát egy ilyen, nyilván Bán Róbertből is jön ez a tudás, Zsombolyai Jánosból is, akinek mondjuk a gazdag filmográfiájából a Buék, nem tudom, az tényleg egy invenciózus film volt, vagy ott van a Tanú, amit ugye hát sokáig a nézők ugye nem láthattak, de azért ő fölvette annak idején. Tehát egy nagyon gazdag pálya, és valahogy ez a szakmai jártasság jön mindenből. Tehát amikor statikus jelenet van, belső térben, gyönyörűen látunk mindent, pont annyit látunk mindenkiből, hogy éppen gyanúsá váljon mondjuk, menekülő jelenetek, most elhisszük, hogy izgalom van, hogy valóban menekülnek a háztetőkön az emberek. Tehát nagyon, nagyon szép ilyen fölényes mesterségbeli tudásról árulkodik a film. No, akkor csak, hogy édesapádat egy pillanatra megidézzük, kukkantsunk bele egy rövid részlet erejéig, Zente Ferencet fogjuk látni. Elnézést. Megnézhetem a fürdőszobát? A fürdőszobát? Hogyne, természetesen. Melyik ajtó? Tessék erre. Köszönöm. Jobb, ha mi van jobban, mielőtt rájönnek. Az enyhítő körülmény. Jó. Köszönöm. Kérem. Kérem szépen, mi nem akartuk ellopni. Mi vissza akartuk adni, csak közben megtalálták a hullát a liftben is, és féltünk, hogy bajba kerülünk. Jó, majd később. A táska, a feleségem dobta le a Lidhofba. A táskát maga? A lépcsőházban találta. Csákvári nénénél voltam, tartoztam neki 100 forinttal, azt vittem meg. És amikor lejöttem, a lift ajtó előtt. Hányadik emeleten? A harmadikon. Ez egy ilyen teljesen fölösleges, sztereotíp, ostoba kérdés, de amikor az ember legendás színészek gyerekével ül, akkor nem tudja nem megkérdezni. Gyerekfejjel úgy mennyit vitt haza édesapád nektek mondjuk egy éppen aktuális munkájáról? Tudtátok, hogy éppen mit csinál? Nem mindig.
Édesapámnak ez az a korszaka volt, amikor sok filmet készítettek vele, sok tévéjátékban szerepelt, és előfordult, hogy színházban 30 fölött játszott. Tehát reggel elvitte a fekete autó. Nem az egymás. Mármint a stábautó. Igen. És ő hazajött előadás után ilyen 11-12 óra körül. És ez éveken keresztül ment. És azt kell, hogy mondjam, hogy ennek csak ilyen foszlányait észlelhettünk. Akkor én 17 éves voltam, amikor ez a film készült, és ha én látni szerettem az édesapámat, akkor egyetlen dolgom volt, hogy megvártam, amikor előadás után hazaér. Hát ő megvacsorázott, és próbált életben maradni másnap reggelig, és ezek a foszlányok azok, amik nálam összeálltak. Mindig tudtuk édesanyámmal is, hogy mikor, mit csinál, hogy csinál, de a hangulatait azt mindig megkaptuk. Ezt a filmet, ez valahogy kiesett, erről nem nagyon sokat hallottunk, de valahol ő mindig úgy jött haza, hogy mosolyogva, kedvesen, nyugodtan, és a vacsora után pedig biztos, hogy mélyen, jól és békésen aludt. Ezek fontos dolgok. Tehát a legfontosabbak. Majd mindjárt arra majd visszatérünk, főleg Gyuri veled, hogy vajon tényleg miért esett ez a film ki az emlékezetből, mikor ennyire jó. De még egy pillanatra hagyj maradjak itt, hiszen felvétel előtt beszélgettünk, és elárultad. Én megkérdeztem, hogy úgy jártál-e édesapáddal a forgatásokra, és mondtad, hogy nem jellemző, kivéve egyet, amit viszont végigültél. Hát ez, ennek a filmnek a címe az, hogy Tenkes kapitánya. Én 9 éves voltam. Tehát ez is egy ajándék az életnek, hogy nagyon keveseknek adatik meg, hogy egyrészt filmes körökben gyerekként mozogjon. Lovak közt, kinn a természetben. Hát örök élményem. Cserébe betéve tudom mind a 13 részt. Az a helyzet, hogy ugye én, aki a 60-as években, annak a végén, hát 70-es évek elején, 6-7-8 évesen ültem otthon minden hétvégén unokatesóimmal, és halálos csöndbe a Tenkes kapitányát bámultuk. Tehát az olyan nem fordulhatott elő. És amikor vége volt, akkor kironhantunk Érdligeten a kertbe, azonnal fakardok, fapuskák, és iszonyú állandó veszekedés tárgya volt, hogy aktuálisan melyikünk lehet a Tenkes kapitánya, mert na, hogy mindannyian azok akartunk lenni. A Schwarzgelb hülye osztrák tiszt senki nem akarta elvinni, de azt mindig a legkisebbre, a Péterre. Báró Ebenstein Egbert szerepét kevese. Így van. Mert ott mindig leöntötték, beszurkozták, és valami puskaporos frizurát kapott és állandóan. Mindig hülye volt. Az nehéz szerep. Miért esett ki? Vagy egyáltalán jól érzékeljük-e mindketten Ferivel, hogy ez a jól megcsinált, fordulatos, izgalmas krimi valahogy úgy eltűnt. Ott. Eltűnt, mint a Bán Robertnek az egész életműve. Egy nagyon izgalmas karakter volt különben, a Huszárik Zoltán osztályában végzett, és aztán ilyesmi filmeket csinált, műfai filmeket csinált, Játék a múzeumban, Kísértet Lublón, remek mixát adaptáció, nagyon jó, szintén friss, meg lehet nézni ma is, csak hogy valahogy nem találta ebben a két osztatuságban talán a helyét, hogy szerzői filmes ambíciói nem voltak, a műfai filmben meg talán nem találja az utókor annyira izgalmasnak, ez nagyon jó ez a film, üdítő visszanézni. Amúgy egy nagyon tekintélyes figura volt, ugye a Nemeskürti Istvánnak a művészeti tanácsának az egyik tagja volt, tehát Nemeskürti bizalmas, a Nemeskürti ugye a 20. század legnagyobb kulturális menedzsere volt, most már így mondanánk, hát akkor stúdióvezetőnek mondták. Tehát akire ő rábízta, már pedig ez bizalmi helyzet volt, akire ő rábízott egy ilyen pozíciót, az nyilván nagy műveltségű, nagy szakmai jártasságról tanúbizonyságot tevő ember volt. Tehát ilyen volt a Bán Róbert, és akkor 3-4-5 évente csinálta egy-egy ilyen filmet, amik hát valóban nem szakad le az asztal tőle, viszont jó megnézni. Ami általában nem szokott ártani. Ugye már mind a ketten utaltatok rá, és nyilván, hogy nekem is, amúgy tegnap végignéztem,
az volt azon túlmenően, hogy vajon ki a gyilkos, a második gondolatom, hogy milyen érdekes, meg jópofa ilyen kis miniatűr társadalmi összképet, vagy korképet ad. Ugye nyilván adja magát az alaphelyzet, egy társasház és annak a lakói, de hogy szerintem ez is a szakma mesteri szintjén van elővezetve, és a kérdésem pedig az, mert nekem azért 71-ből, persze neked is, de neked már lehet több rálátásod vagy emléked az adott magyar társadalomra, mennyire tűnik nektek hitelesnek ez a társadalmi körkép, ami ott fel van villantva? A táncdal énekestől a... Bocsáss meg, engem az is megdöbbentett, hogy egyáltalán egy 71-es magyar filmben előfordulhat olyan karakter, mint a k***kat futtatós. Mert ugye a szocialista társadalommal ez nagyjából összeegyeztethetetlennek volt mondva, azt mégis az egyik fő karaktere. Szóval mennyire hiteles ez a társadalmi körkép, és mennyire bátor? Feri? Hát a bátorságról nehezen tudnék nyilatkozni, hiszen én akkor 17 éves voltam, tehát jártam a gimnáziumba, és éltem a gimnazisták boldog életét. Így utólag belegondolva, látván a szereposztást, látván a rendezést, látván a produkciót, az írót, azt kell, hogy mondjam, hogy ez akkor már egy ilyen elmegy. Uh-huh. Próbáljuk meg. Belefér. Van a filmben néhány ilyen mondat, ami kissé szokatlan abban a nagy szigorban. De gondoljunk bele. 56 után körülbelül egy olyan 10 évig tartott az a nagyon nehéz korszak, amikor nagyon megsínylette az ország lakossága ezt a berendezkedést. A megtorlásokat. A berendezkedést. Próbáltam finoman fogalmazni. Ezt a berendezkedést. 10 év után mit írunk? 66. És akkor elkezdődik egy ilyen lazítás, ugye, ami jellemző volt utána az országra, mondhatnám legnagyobb szerencsénkre. Mármint a környezethez képest. És ennek az egyik gyermeke ez a film, ahol már megjelenik az a hangulat, hogy jól lehet élni, vannak sztárok, művészek, énekesek, hop-hop, megjelenik ez a bizonyos, hát futtassunk lányokat, igen. Megjelenik a úgynevezett privát világ, lent a balatoni sütőde, akkor ő hazajön, és tehát itt már megjelenik valahol azért a... A maszek. A maszek. Ugye megjelenik... Aki gazdag. Igen. Jelen van a házmester, aki valahol áthúzódott a régi gondolatmenetből, de azért még jelen van. Tehát ez egy hihetetlenül jól megfogalmazott társadalmi körkép. Az akkori korra, tehát a 70-es évek elejére. Gyuri? És a szereplő vagy a színészválasztások is nagyon jelképesek, ugye a reakciós néni Kismanyi, vagy a házmester, aki valóban valami, azért ott Major Tamás továbbra is, aki azért tudja, hogy a lift honnan indul és hol áll meg, így persze pontosan. Tehát olyan nagyon szépen, nincsen túl karikírozva, és nagyon ízléses. Tehát ugye az egy ilyen nagyon klassz értékmérő, hogy mondjuk a mesztelenséget hogy mutatja egy film, és itt is látunk már mesztelenséget. Még ha nagyon finoman. De nagyon finoman, és mindegyik karakter csak addig van tolva, a Kismanyi is ugye ebben a reakciós párpoénjában, ameddig az még azért nem lázadás, és még forradalmat nem indít el, de azért addig el van, tehát azért látjuk azt a kis mesztelenséget, látjuk ezeket a GMK-zásokat, mondjuk az egy kicsit későbbi. Igen, ez kifejezett maszek. Igen, maszekolás volt, úgyhogy és a szereplőválasztás is nagyon jól alátámasztja ezt. Na, itt most el is érkeztünk egy fontos ponthoz, csak egy pillanatra még a mesztelenség. Mert ugye megint csak kiskamaszként, mikor az ember először elkezd érdeklődni az ellenkező nem iránt, hát
Ráadásul egy ennél szerintem évekkel korábban készült magyar film, az Oroszlán ugrani készül, ahol Medvecki Ilona félmeztelenségig levetkőzik, táncköz. Na azt unoka tesóimmal, hát azt mindig így bámultuk. Tehát, hogy valamiért ugye ebben a szocialista prüdériában itt volt valami áttörés ezekkel a filmekkel, de szereplő. Stanislav Mikulski. Ugye nem lehet nem észrevenni, hogy az egyik főszerepet egy lengyel színészre bízzák. És nem tudtam rájönni az okára. Hát azért itthon lett volna körülbelül 80 sztár, aki ezt a nyomozót eljátsza, és csak azt bírt eszembe jutni, és kérdezek rá nálatok, ugye ez az a Stanislav Mikulski, a fiatalabb nézőknek halvány fogalma sincs, hogy ő ki, de a 60-as években ment egy sorozat a magyar televízióban, Kockázat címmel, ez egy ilyen második világháborús lengyel sorozat volt, és hát itt a fülembe, itt van, kezdődik a Kockázat, és akkor mondja a hang, hogy főszerepben Stanislav, klosszkapitány Stanislav Mikulski, magyar hangja Láng József. És egy nagyon népszerű színész lett a sorozat miatt itthon. Pusztán ezért bízták egy lengyelre ezt a dolgot, vagy lehetett ennek valami ilyen KGST, meg Varsói Szerződés, meg Barátok vagyunk, nem tudtam rájönni. Én próbáltam utána nézni, semmi más megoldás, vagy megfejtés sem nincs nekem se. Egy jósvádájú ember, általában akkor bíznak külföldire egy szerepet, hogyha valahogy a távolságát, idegenségét akarják, de hát ő itt beleolvadt azért a... Tehát egy valóban, aki már megjelenésével azt mutatja, hogy ki ő lesz a nyomozó, és ez teljesen egyértelmű, ő lesz az, aki az agy a nyomozás során. Hát más megoldás nincs, különben Andrzej Vajdával kezdődött a Mikulski karrierje, Csatornában. Ő volt az egyik, aki ottan mászott végig abban a remekében. Így van. Egyet értek. Valójában divat volt régebben ebben a KGST blogban ilyen meghívott művészekkel együtt dolgozni. Nekem csak egy példa jut így hirtelen eszembe, Gojko Mitics, aki a mint... szocialista indiák. Nem csak olyan furcsán hangzik, amikor a német televízióban az ember nézi, és azt mondja Gojko Mitics az indián, a Sioux indián, hogy halt, das ist unser Territorium. Szóval ilyenek előfordultak, és ennek keretén belül ez egy nagyon szerencsés választás volt Stanislav Mikulskival, hogy ezt a szerepet ebben a filmben megkapta. Jó volt, kedves volt, szellemes volt, hát már mennyit egy nyomozás alapján lehet, teli találat. Én élveztem. Én is, csak közben meg még az is eszembe jutott, hogy azért nem kicsit drágította ez meg a bulit. Mert hogy ugye hát nyilván ő nem magyarul, ő lengyelül elmondta a szerepeket, majd jött Bicskei Tibor és alászinkronizálta, ami nyilván dobott a költségvetésen. Viszont lehet, hogy volt egy kis árukapcsolás, és akkor a lengyel televízió átvette ezt a filmet, és akkor megnyílt az a 40 milliós piac, ezt nem tudom, ez csak feltételezem. Igen, ez könnyen előfordulhat. Jó, minden esetre hamarosan ugye második részben majd Szakály Sándor történésszel fogok beszélni, és nyilván ott majd egy kicsit a kort fogjuk majd boncolgatni, de így búcsúzásképpen azért idézzük fel mi is hárman Kismanyi ikonikus mondatát, amire szerintem, Feri, te is utaltál, hogy ezt még úgy benne merték hagyni, mikor ugye Kismanyi azt mondja, mikor nem engedik ki a házból, hiszen gyilkosság történt, és senki nem mehet ki, és ő templomba megy. És akkor mondják, hogy nem, kérdezik, hova megy, mondja, templomba, nem lehet kimenni. És akkor elhangzik ugye ez a mondat, hogy persze, mert megmondtam őszintén, hogy templomba megyek. Ha azt mondtam volna, hogy a Népfrontba, meg is tapsoltak volna. Ugye? Ez egy mai fiatalnak ezt hiába is magyaráznak, hogy ez miért volt bátorság 71-ben ez a mondat, de ez az volt. És tényleg benne hagyta. Igen. Feri, Gyuri, nagyon szépen köszönöm. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, és Szakály Sándorral fogjuk folytatni a beszélgetést.
Elvtársak, ennyire ne vigyük túlzásba. Vajon milyen viccek keringtek a 70-es években Kádár Jánosról? Aki egyebek mellett erről is beszél, Szakály Sándor történész. Folytatjuk a beszélgetést, filmünk tehát továbbra is Bán Róbert 1971-es krimije, a gyilkos a házban van, akivel pedig beszélgetek, most már az Szakály Sándor történész. Szervusz, Sanyi. Szervusz, üdvözöllek. Ott kezdem veled, ahol a másik két vendégemmel befejeztem. Konszenzus volt abban, hogy ez a film azon túl, hogy egy jól megcsinált krimi, de ad egy ilyen nagyon érdekes és furcsa társadalmi körképet is. Ugye a keretjáték adja magát, egy társasház és annak lakói. És azt kérdeztem az uraktól, és most tőled is megkérdezem, hogy mennyire tartod hitelesnek ezt a társadalmi villanófényt, ami ott megjelenik ezekkel az alakokon keresztül, vagy úgy is kérdezhetném, hogy mennyire bátor, és itt arra gondolok, hogy itt olyan figurák jelennek meg, mint lányokat futtató ami azért mondjuk a 71-es szocialista Kádár rendszerbe, hát hogy csak nem volt elfogadott létezési forma, és tudta mindenki, hogy van ilyen, csak tagadták, hogy van. Én azt gondolom, hogy egész jól mutatja be ezt a közeget a film, legalábbis én így látom, és olyan figurák vannak, és most a figurák alatt nem a szereplőket értem, akik megjelentik ezeket, gondolok én adott esetben akár a házmesternek a sajátos jellegére, Major Tamás alakításában. Vagy figyelem, úgymond a közös képviselőt, a házbizalmit, nevezzük házbizalminak, mert én is volt egykoron. Tehát azt gondolom, hogy jelzi azt, hogy a 70-es évekre, vagy 70-es években játszódik, vagy a 60-as években, hiszen 71-es a film, miként jön össze egy társasházban a letűnt Magyarország, a létező Magyarország, és azok, akik valamilyen formában még léteztek, vagy megmaradtak. Vagy idézve mondom, talán még nem Gebines, de ugye ez a balatoni csárda és egyebekhez már talán egy a Gebines korszakra hozza a Maszek, még talán nem biztos igaz, de már létezik ez a Maszek, ugye a kiskereskedő és így tovább. A másik pedig ugye a lányfuttatás, hát ez egy sajátos dolog, és nem biztos, hogy a filmhez kapcsolódik. Én azt hallottam, amikor Szukárnélnök Magyarországon járt, akkor nem kevés lányt kellett fölhajtani számára is a delegáció tagjai számára, és hát ugye ez a szocializmusban, Kádár rendszerben történt, tehát akkor nyilvánvaló, hogy tudták, és tudták, hogy kiket kell mozgósítani, tehát nyilvánvaló, azért ez nem volt annyira titok, de én azt gondolom, hogy egy nagyon jó képet ad arról a társaságról és az egészről, hogy milyen formában zajlanak a dolgok, ki mit tesz, ki melyik csoporthoz, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tartozik, de mondom, nekem a karakterek és az arcok nagyon, nagyon, nagyon jók voltak, és hát azt kell mondani, hogy a maga korában egy jó krimi. Mindjárt visszatérünk, csak ha már megemlítetted itt a lányfuttató kapcsán, hogy azért a rendszer tudta, hogy hol lehet a lányokat előkeresni, de azért nem menjünk el, ha már ez szóba került, szó nélkül, amellett az apróság mellett, Staller Ilona. Alias Csicso Léna, ugye a leghíresebb magyar pornószínésznő, meg prostituált, hát ő 3x3-as ügynöke volt Kádáréknak prostituáltként, mindenki tudta, hogy az, és a nyugati vendégekről jelentett, akik egyébként fizettek neki a szolgáltatásokért. Én azt gondolom, hogy ez a, ugye ilyenkor szokták mondani az ősi mesterséget, a hírszerzés és a Matahari. Én azt gondolom, hogy ez minden rendszerben és minden világban, tehát megítélésem szerint kár ezt úgy tekinteni, mintha nem létezne, vagy nem volna. Lehet ezt tekinteni adatesben hazafias felbuzdulásnak, lehet ezt anyagi megfontolásokból végrehajtottnak. Egy biztos, hogyha valaki, ha szabad így fogalmazni, ezt űzhette, és olyan szinten, ahol már minőség volt, értem ez alatt a szállodákat és így tovább, az nem mehetett az akkori hatalomnak a hozzájárulása, tudomása nélkül, illetve a támogatása nélkül. No, akkor el is érkeztünk a beszélgetésünk fő csapás irányához, az adott korhoz. És hogy egy kicsit bele tudjunk pillantani az adott kor hangulatába, két bejátszónk is van, az elsőt most nézzük meg mindjárt együtt, ez egy éppen 71-ben választások voltak Magyarországon. Nézzük csak meg. április 25-e vasárnap. Esőt ígérő hajnal a főváros utcáin. A Meteorológiai Intézet időjóslása ezen a napon bevált.
Még háromnegyed hat sincs, amikor a fővárosban és az ország sok ezer választóhelyiségében lezárják az urnákat. Előkészítik a szavazólapokat. Első utunk Nógrád megyébe vezet. A hegyek között meghúzódó kis falu Salgóbánya. Itt minden családfő a bányában dolgozik. A koránkelők között is elsőnek indul szavazni Csontos László Vályár. Reggel 6 óra Budapest. A jófogás reményében koránkelt Farkas Elek raktárvezető. A második kerületben Németh Lajosné szakásnő volt az első szavazó. Már kora reggel a Balaton északi partján is jártunk. Kisdörgicse hangulatos kis falucska Veszprém megyében. Mindössze 110 lakosa van, de a választások napján országos híre lett. Az országban először itt fejeződött be a szavazás reggel 7 órakor. Tessék, kisdörgicse. Ez egy különleges választás volt, már persze most ez így ostobán hangzik, de az előzőekhez képest azért itt volt már valami újítás, nem? Igen, hát ugye ez a bizonyos választás arról szólt, hogy 354 képviselői helyet jelöltek meg, vagy képviselői hely volt, de 352 képviselőt választottak, és amikor azt mondták, hogy már korán mennek a polgárok, akkor el kell mondani, hogy az eredmény nagyon jó volt, mert 98,7%-a választásra jogosultaknak szavazott, és a döntő többsége az MSZNP tagja volt a megválasztott országgyűlési képviselőknek, de voltak párton kívülek. Ami érdekes, 1970-ben a harmadik törvénycikk arról rendelkezett, hogy már nem csak a Hazafias Népfrontnak van jelölési joga, hanem más is jelölhet országgyűlési képviselőt. Ellenben ez a jelöléshez szükséges volt előtte a jelölőgyűlést összehívni, és ott egyharmadnak kellett legalább egy személy mellé állni, hogy választó vagy jelölté válhasson, de utána az a választási bizottság, amelyet egyébként a Hazafias Népfront jelölt ki, az jóvá kellett hagyja, hogy induljon, és a följegyzések szerint a 352 megválasztott képviselői helyre, nem tudom miért 354 volt a hely, és miért 352-t választottak, ezt nem tudom megmondani őszintén, 402 jelölt volt, tehát voltak olyan helyek, ahol kettős jelölésről lehetett szó, de az az érzésem, hogy olyan nagyon nagy verseny nem alakult ebből ki. A másik pedig az, hogy ezt követően már, amennyire tudom, a megyei tanástagokat és egyebet nem közvetlenül, nem közvetetten választották később már. Tehát itt elég gyorsan lezajlottak ezek a dolgok, és ugye 1971-es országgyűlési választások is a korábbiakhoz hasonló eredményt produkáltak, azért a 97-98% megvolt. A korabeli vicc egyébként úgy hangzott valahogy, amire nyilván nem volt az az alapja, de jól hangzott, hogy állítólag Kádár elvtárs elétszer oda került az eredmény, 102% volt, és azt mondta, hogy elvtársak azért ennyire ne vigyük túlzásba, de azt hiszem, hogy ez a vicc épp arra utalt, hogy milyen volt az a választás. Én emlékszem gyerekkoromban, amikor még úttörő voltam, mert majdnem minden gyerek úttörő volt a faluba, akkor a választáskor körbe kellett járnunk a faluba, hogyha valaki véletlenül nem ment elszólni, hogy Pista bácsi még nem volt szavazni. Mert ugye nem a választást mondták az emberek, mert amikor egy jelölt van, akkor nincs választás, a szavazás. Ezért nagyon érdekes, hogyha ilyesmibe belemennénk, hogy a magyar közgondolkodásba, a rendszerváltoztatás előtti időszakban választásról, ahogy beszéltek, az emberek mindig szavazásról szóltak. És ugye a szavazás, mert a választás az lehetővé teszi, hogy feltételezi azt, hogy egy mellett van még egy második, egy harmadik, egy negyedik jelölt, de hát ez nyilván túlmenne ezen a kérdésen. Hát egyrészt szavazás, másrészt pedig a részvétel kötelező büntetés terhe mellett. Most azt hozzá kell tenni egyébként, hogy vannak országok napjainkban is a kötelező. Így. Tehát ha jól tudom, Belgium, ha minden igaz, de Argentinában is kötelező. Hogy hozzá kell tennem, hogy én azt gondolom, hogy az lenne a tisztességes hozzáállás, ha mindenki élne a szavazati jogával, elmenne választani, mert utána, amikor nem veszek részt egy döntésbe, és utána elkezdem azt pocskondiázni, vagy nem tetszik a döntés, akkor azt tudom mondani, hogy figyelj, lehet, hogy pont a te szavazatodon lehetett volna módosítani, vagy változtatni. Ez azt hiszem, hogy bizonyos tudatosságot is igényelne tőlünk, akik vennek, és azt mondják, hogy lehet, hogy kimegyünk reggel 6-kor szavazni, utána még el tudok menni pecázni, hogy itt megtudtuk, hogy azért ment korán szavazni, hogy ki tudjon menni, hogy hát lesz egy jó fogás abban az esős április 25-ei napban vagy napon. Ugye beszéltünk erről a bizonyos ilyen társadalmi körképről, ami megjelenik ezen a társasházon és a lakóink keresztül, és hogy ez mennyire hiteles. De ugye 71-es a film, ez azt feltételezi nagyjából, hogy 70-ben forgatják. Ugye 68
ez az új társadalmi mechanizmus. Magyarán az 56-os megtorlásokat és azt a kemény Kádár diktatúrát felváltó enyhülés meg konszolidáció időszaka, meg új társadalmi mechanizmus, ami valamiféle új, nyitottabb gazdaságpolitikát próbált megbevezetni itt a szocializmus keretein belül, sokáig nem tartott. Hát ez a 72-ig, ami... Igen, de ugye ez az időszak, amikor ez a film készül, ez ennek a kellős közepe. Ez lehet az oka, ez a fajta társadalmi háttér lehet az oka, hogy amiről az imént beszéltünk, hogy meg tud jelenni egy filmen mesztelen nő, prostikat futtató a maszek, aki nagyon gazdag és tele van ékszerrel, a táncos nő, aki szintén prosti, de egyefene. Szóval, hogy ez a fajta társadalmi nyitni akarás, meg kádári konszolidáció az, ami így beszűrődik ebbe a filmbe? Én azt gondolom, hogy ebbenek van egy olyan, nem valószínű, hogy ezt a filmet mondjuk az 50-es években a Rákosi rendszerben meg lehetett volna csinálni. Ez a Kádár rendszernek egy picit egy ilyen lazább időszak, aztán utána megint egy keményebb korszak, vagy egy keményebb időszak. Szerintem sokan azt gondolták, hogy ha a gazdaságban van valami enyhe változás, vagy lehet, akkor nyilvánvaló a kultúra területén is van erre lehetőség. És nyilván egy utólagosan visszagondolva, hogy akik elemzik ezt a korszakot, vagy nézik, akkor biztos találnak mindig egy motivumot, vagy egy mozzanatot, hogy miért és hogyan lehetett adott esetben. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben hozzájárult ehhez. És hát azért ne felejtsük el, hogy olyan alkotók készítették ezt a filmet, akik ebben a rendszerben elfogadottak voltak, ha szabad így fogalmazni, menedzseltek voltak, és azt is hozzá kell tenni, hogy nem voltak rossz színészek, vagy nem voltak rossz operatőrök, vagy rendezők. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem minőségi munka készült, nyilván bizonyos keretek között. Érdekes lenne vajon, én nem tudom, megnézni azt, hogy ennek a 71-ben elkészült filmnek, vagy bemutatott filmnek volt-e egy cenzúra előtti változata, vagy adott esetben ez úgy ment le egy az egybe, hogy elkészült. Ahogy leforgatták. Igen, én is tudom. Mert nagyon sok film esetében azt lehetett mondani, hogy az utolsó vágás joga akkor a cenzor kezében volt, és nem a rendező kezében. Így van. No, de hogy még maradjunk a kornál, meg az enyhülés, aztán a visszaszigorodás időszakánál, azért van egy emblematikus figuránk ebből az időből, akit Apró Antalnak hívnak. Van róla is egy kis bejátszó, nézzük csak meg. A szocialista országok gazdasági együttműködéséről beszél a kormány elnök helyettese. 20 év telt el azóta, amióta megalakult a KGST, és országainkban ez idő alatt 6-8-szorossára, egyes országokban 10-12-szeresére emelkedett az ipari termelés. Sok számot, tényanyagot lehetne felsorolni arról, hogy hogyan segítette a KGST államaink gazdasági fejlődését. Villancsunk fel mi is néhány képet a nemzetközi munkamegosztás eredményeiről. Létrejött a Barátság kőolajvezeték. Érkezik a villamos energia a nemzetközi hálózaton. Hozzák a vasércet a Dunai Vasmű olvasztó kemencéibe. Apró Antal. Nem sokkal egyébként ezután ő helyet változtat. Igen, hát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy Apró Antal 1945-től, tehát a II. Világháború utáni Magyarország fölépésétől kezdve a politikai elit egyik meghatározott tagja. Az elit kifejezéssel persze csínyán bánnék, akkor így mondanám, inkább a kommunista nomenklatúra egyik meghatározó alakja. Ez vonatkozik a Rákosi rendszerre, ugyanúgy, mint a Kádár rendszerre. Ugye, ha belegondolunk, ha nem tévedek 56-ban, ugye Rajk temetésén is megszólal, akkor egész másként nyilatkozik. Aztán november 4-én a Kádár apró dögei kormánynak egyik meghatározó, aki a Magyar Forradalmi Munkásparaszt kormányi miniszterelnök helyettes, számos esetben miniszter, és így tovább. Itt pedig ugye a KGST-ben ő Magyarország képviselő, a KGST tanácsban a Magyarország képviselő, ugye 1949-ben jött létre a KGST kölcsönös gazdasági segítség tanácsa. Persze megint egy korabeli humort tudnék mondani, amikor az volt a kérdés, hogy mi a KGST, amikor azt mondták, hogy 7 sovány tehén fejé egymást. Itt ugye az apróféle történetből, amit ugye fölolvasott a papírból, tehát nyilvánvaló kellő felkészültséggel bírt egy beszéd elmondásához, vagy
egy interjúadásához, fölsorolt bizonyos adatokat. Nyilván voltak dolgok, de most megint, amikor itt föltűnt a képen, az USA is hozzák a vasércet a Szovjetunióból. Ugye egykoron azt tanultuk, hogy Krivoj Rogból jött a kitűnő vasérc, és Dunaújvárosba rakták ki, mert korábban Mohácsra tervezték ezt a bizonyos vasművet, acélművet, de ugye akkor egy titó láncos kutya lett, ezért kelderült Dunapenteléremből, ez Sztálinváros, Dunaújváros, és a hozzáértők azt mondták, hogy többszörösébe került ide szállítani a vasércet, itt ezt a nem kimondott a jó minőségűt acéllá formálni, mint a drága pénzért, idézve a drága pénzért megvettük volna a piacon. Tehát azért ez nem egészen egy olyan dolog volt, és legyünk őszinték, a KGST-ből nagyon nehezen lehetett a világpiacra, ami nem Európa, vagy a úgynevezett szocialista országokat, vagy a fejlődő világot jelentette, kitörni, mert nem tudták azt a minőséget biztosítani. Egyébként Apró Antal felelt, hogy úgy mondjam, minden ilyen ügyért, és aztán 1971-ben őt fölmentették ezen beosztásából, és ő lett az országgyűlés elnöke. Tehát nagyon kevés olyan funkció volt ebben az országban, amit ő ne töltött volna be, és hát az én azt gondolom, hogy az egyik legszégyentelsebb, és ezt nyugodt szívvel mondom, 1956-os megtorlás után a Legyim Repper kapcsán ugye az ő meghatározó szerepe, és így tovább, és hát az egészben valahol egy furcsa dolog, hogy amikor a korona Szent István nevéhez köthető, de Szent Koronának nevezük, mert nem tudható, hogy az István, illetve valószínűleg, sőt biztos szinte, hogy István fején nem volt, de a Szent Korona hazaérkezett, akkor ő, mint az országgyűlés elnöke veszi át, mert az Amerikai Egyesült Államok azt mondták, hogy ne adják idézőjelbe a Kádárnak, vagy a pártnak, vagy valamit, és amikor megtalálták a megoldást, így a magyar nép kapja meg, és Apró Antal képviselte a magyar népet. Ez elég, azért egy sajátos megoldás. 77-et írunk, igen, 77, igen, igen, emlékszem, amikor visszakapjuk. Tehát ő az országgyűlés elnöke, akkor meghatározó alakja ennek az időszaknak. Tehát 45-től a rendszerváltoztatásig Apró Antal benne van abba a körbe, amelyet utólagosan mondanak elitnek, én azt mondom párt nomenklatúra, mert azért az elit az egy más, hogy mondjam, kifejezést jelent a számomra, más minőséget. Ahogy Apró Antal, mint mondtad, ugye 45-től gyakorlatilag haláláig ennek a kommunista nomenklatúrának a meghatározó alakja, személyisége számos bűnnel, méghozzá főben járó bűnnel terhelve az életét. Mennyire meghatározója szerinted, hogy visszatérjünk a filmünkhöz egy pillanatra, ennek a kriminek az egyik leghangsúlyosabb mellékszereplője Kismanyi? Azzal az ikonikus mondatával, ami szerintem leginkább ennek az enyhülési politikának a termékeként maradhatott benne a filmbe, ami ugye úgy szól, amikor nem engedik ki a házból, és mondja, hogy templomba mennék, és nem engedik, és azt mondja, hogy persze, mert megmondtam, hogy templomba megyek. Ha azt mondtam volna, Népfrontba meg is tapsoltak volna. Azért ez 71-ben, főleg egy Kismanyitól, ez egy olyan, nem tud az ember úgy elsiklani fölötte. Mennyire meghatározó? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, és nagyon jó mondat volt. Szerintem legtöbben ezt humoros mondatnak tekintették, tehát lehet, hogy furcsa, hogy fogalmazok, hogy nem gondoltak bele, nem az alkotók, hanem az esetleg a film nézői, hogy emögött más is jelenthet, ami azt mondja, hogy az egyház mit jelentett valaki számára, és mit jelent a Népfront, ami egy összetákolt valami volt egyébként, aminek később aztán voltak, azt kell mondanom, a rendszerváltoztatás előtt pozitív eleme is, és az egész dolognak honismerette sok minden mással, de ez egy jellemző mondat volt. Tehát azért Kismanyi nem azt mondta, hogy párttaggyűlésre mennék, azért ezt nem mondja ki, hanem a Népfront. A Népfront, ugye abban minden belefért. A Népfront az volt, hogy mindent összefogott, meghatározó volt, és hát az jelképezte, vagy jelenítette volna meg a magyar társadalmat, és a magyar nemzetet egyben és egységben. Ez egy nagyon-nagyon érdekes mondat volt, és hogy vissza is fordul, akkor ennek megfelelően. De ha belegondolsz, nincs reagálás, már mint a filmben. Igen. Tehát senki nem szól rá, vagy nem mondja. Ami azt jelenti számomra, egy utólagosan, ugye nem gyerekkoromban láttam ezt a filmet, hanem később, és néztem meg ismételten, hogy elmehetett a történet. Utolsó kérdés, szűk egy percben, de muszáj nálad is rákérdeznem, Stanislav Mikulszkira. Annyi minden eszembe jutott, hogy pusztán azért bízzák rá a főszerepet, mert a Kockázat című sorozat miatt egy népszerű lengyel színész itthon, vagy akartak egy kicsit ez a Varsói szerződés, testvérek vagyunk, de a filmjeinkben is játszunk kölcsönösen, vagy egyszerűen csak egy véletlen? Szerintem a rendező tudná megmondani, nekem az az érzésem, hogy Klossz kapitány,
ha jól idézem őt, hogy a Klossz kapitány a magyar közönség számára egy olyan személy volt, aki tömeget volt szerintem képes bevonzani még a moziba is ezzel a filmmel. Én ezt legalábbis így látom. Én úgy gondolom, hogy arra a szerepre lehetett volna magyar színészeket találni, hiszen mellette Garas Dezső is egy nagyszerű nyomozósegéd idézőben, hiszen ugye főnök és beosztott, ha így veszük. Az én meglátásom szerint itt egy ilyesmi volt, hogy persze utólag még azt is be lehetne magyarázni, hogy elővették a magyar-lengyel barátságot. Ebben nem vagyok teljesen biztos, de azt gondolom, ez a népszerűség, amivel ő akkor Magyarországon rendelkezett a tévé jóvoltából, ez meghatározta, hogy őt megkérték. Megelfogadta. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. És akkor szokásunkhoz híven lássuk a medvét. Mai filmünk tehát Bán Róbert 1971-es, a Gyilkos a házban van című krimie. Jó szórakozást!